A hagyományoknak megfelelően a Deák téren kezdődött az államalapítás nagykanizsai ünnepe. A hagyományőrzők bevonulását követően felvonták a nemzeti lobogót. Az ünnepség az Erzsébet téren folytatódott, ahol Dénes Sándor polgármester azt mondta, Szent István intelmeiben a hit megőrzését emelte az első helyre. Ezt kell szem előtt tartaniuk a magyaroknak akkor is, amikor a nemzeti érdekeikért kell kiállniuk. A nem létből létezés teremtett Szent Királyi akaratával és döntésével. E tette máig hatóan határozza meg népünk életét és sorsát, és olykor felelős feladatát, erkölcsi kötelességét is. Hiszen több alkalommal e Szent Istváni nép szembenézett a létezésünket, vallásunkat és kultúránkat veszélyeztető fenyegetésnek. Az ünnepségen a történelmi egyházak képviselői megáldották és megszentelték a nemzeti színű szallaggal átkötött új kenyeret, amit aztán Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter államtitkár országgyűlési képviselő szegett meg. Az augusztus 20-ai programok délután is folytatódtak az Erzsébet téren, itt például a Dráva Gyöngye néptáncosai táncoltatták meg a kanizsaiakat. A zenepavilon környékén játékok sokasága várt a gyerekekre, az igényes szórakoztatásról pedig olyan együttesek gondoskodtak, mint a Cimbali Band és a Magashegyi Underground. A programokat a hagyományok jegyében állították össze a szervezők. Úgy, hogy minden korosztály számára szerethető, élvezhető legyen, megmutatva, hogy élő tud lenni az az 1000 éves tradíció, ami minket meghatároz Szent István óta. Este ünnepi szentmisét mutattak be az alsó templomban. Csorba Tamás plébános azt mondta, az államalapító műve jó alapot vetett népének. Szent István Krisztus tette meg sziklának, melyre életét és a magyarok életét építettem. Szent István példája arra tanít, mi ismerjük életünket, sőt egész társadalmunkat Jézusra alapozni, az oktatástól kezdve, az idősellátáson át a házasság intézményeig, hangzott el a Szent Misén.